kérdezte az embereket, nem tudtok valaki alkalmas embert, hogy egy pár találó szomszéd. Berecz András mintegy 30 éve a magyar népi kultúra meghatározó alakja. A mesemondás az elmúlt 15 évben vált műsorainak kulcsfontosságú elemévé. Szerinte egy igazi mesemondónak mindig kötelessége felmérni, milyen helyzetben, kiknek beszél. Hogyha ifjak előtt szól az ember, bolond lesz a szerelmet kihagyni. Nyugdíjas központban ritkán mesél a halálról, és óvodások közt meg valami ritmikus éneket nyilván belop. A kollégisták és a vendégek számára is felejthetetlen élményeket nyújtott Berecz András mesékkel és táncházi elemekkel teletűzdelt műsora az Újvidéki Európa Kollégiumban. Azt gondolom, hogy ezeknek a rendezvényeknek azért is van nagyon nagy jelentőségük, mert olyan módszerekkel, olyan eszközökkel építi közösségünket, ápolja a hagyományainkat, kultúránkat, ami mindannyiunkhoz nagyon közel áll és táplálja lelkünket. Büszkék lehetünk arra, amit az elmúlt 30 évben a magyar táncház mozgalomnak sikerült elérnie, és ezt tovább kell vinnünk, véli Dezső János, a Belgrádi Kollégium Hungarikum igazgatója. Most már ott tartunk, hogy az Európa Kollégium kollégistái is például, a vajdasági magyar fiatalok is táncolják, éneklik határok nélkül, régiótól függetlenül, ugyanis egy kultúra, ez egy ősi kultúra, és elsajátították ezt a kultúrát. A Kossuth-díjas előadó művésznek sikerült ismét egy fergeteges hangulatú produkcióval elvarázsolnia a közönséget. Az előadást követően pedig közös táncházi mulatság várt az egybegyűltekre.